És már is van szerencsém a Mi Hazánk elnök helyettesét köszönteni, Dúró Dóra országgyűlési képviselőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és a kérdezőtársunk pedig a Spirit FM szerkesztője, Toró Nikolát. Szervusz neked is, jó reggelt kívánok, én is tiéd az első kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A legtöbb felmérés szerint erősödött a Mi Hazánk, egyes felmérések szerint akár meg is dupláznák a mandátumaiknak a számát. Nézőpont. Nézőpont, így van, de a Fidesz támogatottságából mégsem vesztett, tehát úgy látszik, hogy csak az ellenzékieket sikerült magukhoz csábítani. Mit kéne másképp csinálni a Fidesz szavazókat, hogy tudnák megnyerni? Ellentmondásosak az elemzések ezzel kapcsolatban. A nézőpont az leginkább a Fideszhez közel álló intézet, és azt nem csodálkozom, hogy nem hozza ki, hogy a Fidesz támogatottsága nem csökken. Ugyanakkor tavaly ősszel, illetve a téli időszakokban voltak olyan mérések is, például a Mediántól, hogy 16%-kal is visszaesett a Fidesz támogatottsága, sőt, a választáshoz képest. Azt mondják, hogy 3/4-es többséggel nyerne. A mandátum arány tekintetében igen. Ugye? Igen, de a Republikon például azt hoztak ki, hogy közben meg visszaerősödött, tehát hogy azért olyan jelentősen nem pártoltak el tőle mégsem. Igen, ez egyrészt kritikálja az ellenzéknek, másrészt az, hogy a Mi Hazánk erősödni tudott, és majd, hogy nem, azért abban talán nagyságrendileg konszenzus van, hogy szinte kétszer akkora támogatottságunk, mint egy évvel ezelőtt a választások időpontjában volt. Ez mindenképpen egy elismerése a munkánknak, és általában azt szokták mondani, hogy sportban legalábbis, hogy a győzelmet nem kell magyarázni, de azért az még mindig tapasztalható, hogy sokan nem is tudják, hogy a Mi Hazánk az létezik egyáltalán, vagy hogy politikai szereplő, tehát itt nagyon lassan változnak meg a dolgok a politikában, és ez mutatja, hogy egy növekedő potenciál van még mindig a pártban. Ezekre az adatokra tekintettel az önkormányzati választásra hogy készülnek, és különösen Budapestre, tehát hogy például a főpolgármester jelöltet állítanak-e, megvan már ez ő személye, hogy néz ki mondjuk a budapesti gondolkodás a Mi Hazánk szempontjából? Mindenképpen szeretnénk Budapesten főpolgármester jelöltet is állítani, és minden kerületben polgármester jelöltet is állítani, és ezzel kapcsolatos szervezeti felkészülésünk már el is indult, és az önkormányzati választásra is már nagyon tudatosan készülünk. Az is egy minimum elvárás a magunk részéről, hogy minden megyei jogú városban mindenhol elinduljunk, polgármester jelöltünk is legyen, és az összes vármegyében is állítsunk listát. Tehát ez az a minimum. Nyilván egy kis településen egész más egy választás annak a megszervezése, vagy egy párt szempontjából ez, hogy sokkal rugalmasabban kezeljük ezt nyilván. A polgármester személye mikor derül ki, a jelölt? Néhány héten belül úgy gondolom, hogy nyilvánosságra tudjuk hozni. Ismert arc lesz, vagy a párton belül jön? Még nem szeretnék ezzel kapcsolatban semmit elmondani, amikor eljön az ideje, akkor természetesen minden kérdésre válaszolunk. Ezzel kapcsolatos a kérdés, hogy van-e mérésük arra, hogy Budapesten hogy állnak? Mert nincs mérésünk. De hogy számolnak? Alapvetően ugye nagyon kevés olyan választás volt eddig, ami hazánk elindult, és országos választás volt, de az megfigyelhető volt akár az előző európai parlamenti, az önkormányzati és az országgyűlési választáson is, hogy akkor a szakadék a támogatottságban nincsen, mint ami mondjuk korábban a Jobbiknál észlelhető volt, ahol akár 20%-os különbségek is voltak a párt támogatottságában. Nálunk ez jóval kevesebb, tehát a legjobb megyei eredményünk és a budapesti eredményünk között nagyjából 3-4% volt a különbség. Tehát nincsen akkora szakadék a szavazók. És milyen politikai stratégia, bocsánat, visszaadom mindjárt. Milyen politikai stratégia alapján haladnak előre, illetve hát gondolják-e, hogy az egyébként hagyományosan világpolgár, fővárosi lakosság számára jó üzenete, hogy a liberális hatalom hegemóniát meg kell törni? Nem feltétlenül ideológiákban kell gondolkodni a következő időszakban, túl azon, hogy nyilván van az embernek, vagy hát egy pártnak egy értékrendje, bár talán ma Magyarországon még ez sem természetes feltétlenül, mert sok olyan párt van, amelyiket mondjuk talán én sem nagyon tudok megkülönböztetni a másiktól, de hogy van egy alapvető értékrendünk, ugyanakkor az elmúlt évek és az előttünk álló évek is olyan kihívásokat támasztanak most Magyarország és egyébként minden polgára számára, amire nagyon értelmezhető válaszokat kell adni, és a mi ellenzéki politizálásunk és mondjuk a sikerünket is részben ennek tudom be, hogy alapvetően ügyekre koncentrálunk, és nem a többi párttal foglalkozunk, hanem az emberek mindennapi életében felmerülő problémákkal, akár itt a felvezetőben is volt szó a pedagógusok ügyeivel, vagy a furtkutak helyzetével, a végrehajtó maffia felszámolásával, tehát nem azzal vagyunk elfoglalva, és ez a választásokhoz is kapcsolódik, tehát mi
önállóan indulunk a választáson, ez teljesen nyilvánvaló, sem a Fidesz-szel, sem semmelyik balliberális párttal közös jelöltünk, közös indulás elképzelhetetlen, saját európai parlamenti listánk lesz, saját önkormányzati listáink lesznek, tehát ezzel nekünk egyáltalán nem kell foglalkozni, hanem tudunk arra koncentrálni, hogy mik a programpontjaink. Ha említette az európai parlamenti választásokat, ön a legutóbbi választásokon második helyen fent volt a listán, most hogyha megőrzik ezt a támogatottságot, akkor jó eséllyel mandátumokat is szereznek. Ha megnyernék, kimenne vagy maradna? Semmiképp nem mennék, és nincs is ilyen ambícióm. Ugye akkor még arra azért volt szükség, mert egy 9 hónapos pártról beszéltünk a Mi Hazánk esetében, és az elnökünk és én voltunk olyan ismert politikusok, akiket be tudtak azonosítani a választók, és ezért volt arra szükség, hogy a listán rajta legyek, de nincsen ilyen ambíció. És mikor jelentik be, mikor várható? Azt is a kellő időben, még van több mint egy év a választásig, semmivel nem vagyunk elkésve, ugyanakkor nagyon fontos, mert valóban mandátumot, sőt reményeink szerint mandátumokat tudunk szerezni az Európai Parlamentbe, és nyilván fontos, hogy milyen személyeket fogunk oda küldeni. Ugye említette, hogy ügyek mentén politizálnak, és az egyik ilyen fontos téma az akkumulátorgyárak kérdése idehaza, és ha én jól olvasom ki a közleményeiből, akkor a Mi Hazánk ezt ellen. Viszont az a kérdésem, hogy ezt a gyakorlatban hogy tudják megmutatni, amikor gyakorlatilag minden ellenzéki párt különböző eszközökkel ugyanezt mondja, mint amit önök. Volt már itt helyi népszavazási kezdeményezés, országos, egyik sem volt túl sikeres az sem, ami az önök nevéhez kapcsolódik. Hogyan tovább? Mert eközben mondjuk Debrecenben gőzerővel zajlanak már az építkezések vagy a talajmunkák. Akkor tudunk majd ebben az ügyben is változást elérni, hogyha az emberek mellé az ügy mellé állnak. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt 13 évnyi kétharmados kormányzást, azért volt egy pár olyan helyzet, mondjuk a Netadónak a kérdése, amikor azért meghátrált a kormány, látva a tiltakozásokat és ennek hatására megváltoztatta a politikáját. Másrésztről, hogyha ezt most nem is tudjuk megtenni, hogy ezt a konkrét gyárat mondjuk megakadályozzuk, azért ez egy rendkívül jó alkalom arra, hogy egy érdemi alternatívát mutassunk a kormány gazdaságpolitikájával szemben. Ugye mi ennek a lényege? Az, hogy a német autógyárak és a kínai akkumulátorgyárak Magyarországon találkoznak, és akkor ezeket a kapacitásokat fogjuk mi gyártani. Szerintünk ez egy tévút, és a Mi Hazánk szerint nekünk elsősorban a biztonságos élelmiszereket előállító élelmiszeripart kellene fejleszteni, illetve nagy hozzáadott értékű innovációt is magában foglaló gyárakat építeni, és remélem, hogy ez is egy jó alkalom arra, hogy az emberek döntsenek, hogy melyik stratégiai. De ha jól értem, akkor letettek arról, hogy ennek az építését megakadályozzák? Nem, semmiképp nem tettünk le, sőt, mi voltunk azok, akik fizikailag is oda mentünk a gyárhoz, és az építkezést megakadályoztuk ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt látom, hogy a helyi választási bizottság politikai alapú döntést hozott, amikor elutasította mindenkinek aláírásgyűjtési kezdeményezését, illetve népszavazási kezdeményezését. Ebbe gyakran belefut Magyarországon az ember, hogy egy másik hasonló témát hozzak ide, a végrehajtó maffia ügye, amelyben szintén látjuk, hogy a kormány ígérnek a szálak Tóniról beszélnek, ugye a különböző hangfelvételeken Varga Judit felelőssége is felmerül ebben az ügyben, és mégis továbbra is be van betonozva. Például Sadl György maga is a végrehajtói kamara elnöke lehet továbbra is, és nem történik olyan felelősségre vonás. Akkor, mondjuk előzetesben van azért, tehát... Hogy... Sadl György, igen, csak nem látom azt, hogy mondjuk az ügyészség nagyon fáradozna azon, hogy felgöngyölítse ezeket a szálakat, hogy most milyen kormányzati politikusok érintettek még. Hát a bizottsági előterjesztésükből nem kért sem a Fidesz, sem a DK, leszavazták a végrehajtói munka megreformálására tett javaslataikat. Mi volt az ő kritikájuk? Illetve hát ugye az ön pártelnökének azt mondta Orbán Viktor a parlamentben, hogy szívesen fogadnak minden javaslatot, és azt meg is fontos. Hát úgy látszik, hogy ez egy cinikus kijelentés volt Orbán Viktortól, hiszen nem csak a végrehajtó ügyben, hanem akár a háborúról szóló békepárti nyilatkozattal, vagy idézőjelbe békepárti nyilatkozattal kapcsolatban is nyújtottunk be módosító javaslatokat, és egyet sem támogatott a Fidesz, és ez így van szinte az összes javaslatunkkal kapcsolatban. A végrehajtó ügyet is nyilvánvaló volt a politikai szálak miatt, hogy el fogják utasítani, a DK pedig kivonult a bizottsági ülésről azelőtt, hogy erről
szavazás lett volna, tehát nem is szavaztak róla, ami úgy gondolom, hogy szintén egy buta ellenzéki magatartás. Tehát amikor erről beszélünk, hogy az ügyet kellene nézni, és azt, hogy mi a jó az embereknek, akkor úgy gondolom, hogy ezt a kezdeményezést is, hogy legyen non-profit a végrehajtás, ezt támogatnia kellett volna a többi ellenzéki pártnak is. Érdekes az a poszt, amit Torockai László tett közzé, nevezetesen, hogy ukrán, hát igazából hackerektől kap fenyegető üzeneteket, és feltörték az ő laptopját, vagy számítógépét, amikor egyébként Bahreinben az Interparlamentális Unió rendezvényén vett részt. Az a kérdés, hogy mit nem szeretnek az ukránok ön szerint a Mi Hazánk politikájában, miért pécézték ki a Mi Hazánk elnökét? Egész Nyugat-Európában azt látjuk, hogy itt az orosz-ukrán háború kapcsán egy nagyon erős Ukrajna támogató álláspont alakult ki, ugye fegyverszállításokkal, illetve ezek egyre merészebb akciókban is jelennek meg. Mi pedig kétségbe vonjuk ezt a narratívát, és a háború kapcsán egy sokkal kiegyensúlyozottabb álláspontot képviselünk, illetve azt is elmondta az elnökünk az országgyűlésben, hogy ha reálisan szemléljük a helyzetet, akkor a békéhez Ukrajnának le kell mondani a területekről. És valószínű, hogy ez volt az a mondat, ami kicsaphatta a biztosítékot ezeknél az ukránoknál, de ez egy nemzetbiztonsági ügy azért Magyarországon, és ezt szeretném azért erre felhívni a figyelmet, hogy az elég nagy szégyene a magyar elhárításnak, hogy egy magyar frakcióvezetőnek a laptopját fel tudják törni, illetve be tudják mérni, hogy Bahreinben melyik kávézóba ül be és írja éppen a beszédét. Szóval ez sokkal komolyabb kérdéseket felvet, mint hogy itt néhány hacker feltör esetleg valamit. És mi alapján mondja Magyarországról egy ellenzéki pártelnök, hogy akkor lehet csak béke, ha Ukrajna bizonyos területekről lemond? Ez nem inkább az ukránok döntése? Hát ez lehet az ő véleménye, tehát egyrészt őnek joga van elmondani azt a magyar parlamentben, hogy ő hogyan látja a világpolitikai helyzetet, ahogyan Orbán Viktor is elmondja, hogy ő hogyan látja, de ezt már egyébként más nemzetközi fórumokon is volt erről szó, hogy valamilyen vége kell, hogy legyen a háborúnak. És az, hogy a szankciókkal azt remélte Európa, hogy majd az orosz gazdaságot annyira sikerül megroppantani, hogy majd ez emiatt az oroszok visszakozni fognak, ez már most látszik, hogy nem reális. Az IMF, amelyik mondjuk nem vádolható azzal, hogy putinista propagandát tolna, az előrejelzése erre az évre már az orosz gazdaság növekedését hozta ki, a következő évre pedig azt prognosztizálják, hogy az orosz gazdaság növekedése meg fogja haladni a német, az olasz és a francia gazdaság növekedését is. Tehát ezzel az úton nem nagyon fog sikerülni megroppantani Oroszországot, arról nem is beszélve, hogy Kína egyre nyíltabban áll Oroszországot. Hát igen, de ugye az két külön kérdés, hogy jó, működnek-e a szankciók, vagy nem, és hogy a világ tolerálja-e azt, hogy egy nagyhatalom úgy dönt, hogy agresszióval elfoglal egy másik országból területeket. Itt nem csak egy nagyhatalomról van szó, hanem egy atomhatalomról van szó, és ezt is nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát, hogyha ebből ha atomhatalom, akkor lehet? Nem, természetesen nem azt mondom, hogy ez egy elfogadható módszer, amit Oroszország bevetett Ukrajnával szemben, csak a realitásokat figyelembe kell vennünk, és hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor ebből tényleg harmadik világháború lesz, ami viszont atomháború lesz. Tehát azt nem gondolom, hogy bárki is reálisnak gondolná, hogy Putyin majd a homlokára csap, hogy jaj, de csúnya dolgot csináltam, és akkor visszavonom a csapataimat Ukrajnából. Tehát, hogyha valami fajta békét szeretnénk, és úgy gondolom, hogy ez lenne az elsődleges, hiszen ártatlan emberek halnak meg, akkor a politikai realitásokat figyelembe kell. Eddig épp Putyin mondja, hogy középtávon ezek a gazdasági szankciók, ezek hátrányosan érintik az országát, tehát lehet, hogy most jól alkalmazkodott hozzá, mondja Oroszország, de mégis középtávon ez hátrányos, tehát ilyen szempontból már Putyin előrébb tart, mint a Mi Hazánk. Kérdés, hogy középtávon fennmarad ez a háború, vagy azért néhány éven belül véget ér. Tehát nem, azért azt nem hiszem, hogy 100 éves háborúra kellene készülnünk Európában ismételten. Az meg, hogy Oroszország hogyan fogja átalakítani a saját gazdaságát középtávon, azt nagyon nehéz most megjósolni, hiszen számos más olyan tényező lehet, ami ezt befolyásolni fogja. Köszönjük szépen, és a kérdéseket is.